Hé, találtam egy lárát a fordásban. Gyertek, segítsük meg beolni. Talán még az ütapám rejtette el valaha. Mi lehet el benne? Nézzük meg, mi van benne. Nézd meg a dátumot. 1848. március 15. Emlékeztek ott tovább, hogy tegyek ott ezekről a napokról? Hú, az már nagyon régen volt. Nézzétek, egy képet is találtam a ládában. Én ezt megismerem, ez Petőfi. Az 5. tankönyvben még szemüveget is rajzoltam. Na erre most ne rajzolj, ez egy igen régi kép. Nézzétek, vannak itt fokáltak ki. Ez egy zászló, egy? 48. A keresőben 1848. március 15. Abban az időben Magyarország az osztrák-magyar monarchia része volt, nem önálló állam. Uralkodói az osztrák Habsburg családból kerültek ki. Monarchia háborúit a magyarság minden rétege megszenvedte. Bár volt országgyűlése, de valósul rendelkezése nem volt az országnak. Az uralkodók egye, jobbágyok adóinak csökkentése, a kötelező elemi oktatás bevezetése nem sokat enyhített a nyomorgók helyzetén. A francia forradalom eszmének hatása, a Napóleon ellen folytatott háború ember, gazdasági áldozatai, mert a nemességet is egyre inkább a császár ellen fordították. 1848-ban egész Európa forgott. Januárban Palermóban és Nápolyban, februárban Párizsban tört ki a forradalom. Márciusra eléri a forradalmi láng Bécset és Prágát is. Március 1-én Pozsonyban az országgyűlés elfogadja a közterviselést, a jobbágyrendszer megszüntetését, a népképviseletet. Felirat készül a bécsi udvarnak a magyar követelésekről, kiegészülve azzal, hogy mindezek teljesülését csak is akkor látják biztosítva, ha független magyar kormány bíznak meg a végrehajtással. 1848. március 15-én reggel küldöttség indul Bécsbe, hogy a feliratot elvigye az uralkodónak, s vele szentesítesse azt. Korán reggel Petőfi a Vilmac kávéházba ment. Az úton Vasmári Pállal találkozott. A kiép jókaihoz tartott. Az ifja kávéházában még csak néhány fiatalember volt, akik nagyon búsan politizáltak. Petőfi a Vilmac kör ifjú vezérkarának került a szándékát a sajtó rögtöni felszabadításáról. Társai beleegyeztek.
Kujovszki és Jókai proklamációt szerkesztettek. Először a Pilvax kávéházunkon mondták el terveiket, és felolvasták a 12 pontot, illetve a nemzeti dalt. Majd a marokki fiatal ember megindult az egyetemek mellé, hogy maga mellé állítsák a diákokat. Az egyetemi ifjúság lelkesen állt mellé. A több ezredesre duzzadt tömeg előtt ismét felhangzik a 12 pont és a nemzeti dal. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen vége, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését! Felelős minisztériumot Budapesten! Évenként jogszágyűlés Pesten! Törvény előtti egyenlőségek polgár és vallási tekintetben! Nemzeti ősereg! Közös teherviselés! Úrbéli iszonyok megszüntetése! Esküdtség képviseleti egyenlőség alapján! Nemzeti bank! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra! Magyar katonákat ne vigyék külföldre! A külföldieket vigyék el tőlünk! A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak! Unió! Egyenlőség, szabadság, testvériség! Szakadó esőt tartára, mint egy 2000 ember gyűlt a múzeum elé, onnan közadakozott szerint a városházához mentek. Rövid tanácskozás után a polgárság nevébe ajánlotta a polgármester a 12 pontot, és a sokaságnak az alkalmat kimutatta. A városházától Budára indultak a helytartó tanácshoz, hogy felszólítsák a cenzúra eltörlésére és bocsássa szabadon a bebörtönözött Náncsics Mihály. Útközben a tömeg 20 ezer embert mire húzza. A helytartó tanácsnál történt eseményekről így írt Petőfi a naplójában. A nagyméltóságú helytartó tanács Jápat Balázs Reszketi méltóztatott, és 5 perc kis tanácskozás után még nem beleegyezett. Az európai forradalmak közül felszülen győzött egyetlen vércsap nélkül a forradalom. 1648. március 11. csodás forduló elején nap volt. Bécsbe utazott a Magyarországgyűlés küldöttsége, Pesten pedig győzött a forradalom. A pesti forradalom híre megkönnyítette a Pozsonyból Bécsbe utazó küldöttek dolgát. Alig telik el 2 hét, az uralkodó által szentesített független magyar kormány Batthyány Lajos miniszterelnök vezetésével megalakult. Vérrontás nélkül megy végbe az ország újjászületése és Magyarországnak Erdélyel való egyesülése. Visszakerül ősi jogaiba az ország címere a nemzeti trikoló. Petőfi Sándor csatadal. Hú, ezt a verset még alsóban tanultuk. Kérdezzük meg a kicsiket, hogy melyikük tudná elmondani.